ritka látvány fogadja azokat, akik az adventi időszakban betérnek a gyönki evangélikus templomba. A kisváros jellegzetes épületeivel találja szembe magát az érdeklődőit. A helyi Német Nemzetiségi Egyesület szervezésének köszönhetően régi hagyomány Gyönkön, hogy karácsony előtt mézes kalácsból készítik el a település kicsinyített mását. 7. alkalommal szerveztük meg az édes gyönk mézes kalács kiállítást, az gyönki életképeket, és most kiegészítő kiállításként keresztelő és esküvő kiállítás van mellé. Az egészen különleges látvány nyújtó illatozó kiállítást minden évben sok-sok ember több heti munkája előzi meg. Egy jó két hét, november 13-án kezdtük a tésztagyúrással, és most végeztünk a tegnapi nap. Tegnap az utolsó simítás volt egy-egy mézes kalácsházikon. Magát a házakat olyan 30-an készítettük, viszont maga a kiállításnak, az egész mézes kalácsnak az elkészítését gyerekek is készítették, amit meg lehet nézni. Az úgy történik, hogy két héten keresztül jöhetnek a gyerekek mézes kalácsot díszíteni, és a szebb alkotásokat kiállítjuk nekik is, hogy legyen kedvük hozzá, hogy jövőre még többet akarjanak díszíteni. A mézes kalács település nem csak megalkotni nagy munka, a tulajdonképpeni gyártást ugyanis célszerű alaposan megtervezni, így elkerülve azt, hogy például ugyanabból a jellegzetes gyönki épületből kettő készüljön el. És természetesen a méretarányokat is egységesítik a remekmű megalkotói. Amikor elviszik a tésztát, akkor általában megbeszéljük, hogy ki mit szeretne, és megbeszéljük, hogy mekkora legyen, hogy arányosan legyen a kiállításon, ne ilyen nagyon pici vagy nagyon kirívó nagy épület legyen. Először is, mivel általában nagyobbak az épületek, és a templom klímája nem igazán engedi meg, hogy csak úgy magába álljon, egy dobozzal szoktuk rá ragaszgatni a mézes kalácsot, így biztos, hogy nem fog összedülni két héten belül. És tehát megtervezzük, hogy mekkora legyen a doboz, hogy akarjuk az épületet rárakni, és így folyamatában adja magát akkor már a munka. A mézes kalács település megalkotói olyannyira komolyan veszik a munkát, hogy többen közülük hivatásos cukrásztanfolyamon is részt vettek már, hogy minél tökéletesebb mézes kalács épületeket tudjanak az adventi időszakra megépíteni. Minden évben van, ami elmarad, valami új van benne, és minden évben egy kicsivel szerintem szebbek, nagyobb a gyakorlat, de ehhez legalább két napot próbálunk normálisabban sütni, és díszíteni főleg. Tehát nem esünk neki egyből a házakat, az apró süteménnyel kezdjük, hogy nekünk is belejöjjünk. A mézes kalács városka nem csak a szemet gyönyörködtetni hivatott, az alkotások minden évben nemes célt is szolgálnak. Jótékonysági célra ajánlottuk fel a maradék mézes kalácsot, van, aki visszakéri, van, amelyik, amit a gyerekek csinálnak, természetesen azok az osztályok kapják meg, de a rászoruló gyerekek kapják meg. December 19-én lesz egy ünnepség Gyönkön, és akkor azok a gyerekeknek fogjuk szétosztani. Gyönkön hagyomány az is, hogy az adventi időszakban a település házainak kincseiből, a helyiek emlékeiből, őseik egykori használati eszközeiből kiállítást állítanak össze a szervezők. Régi esküvői képek a Gyönkön élt, valamikor élt német családoknak a képei. Úgy hozták össze a faluból az emberek, hogy legyen kiállítva a keresztelő kiállítás része, nem csak a sváb részről, hanem felvidéki és székely részről is van egy pár tárgy kiállítva. A gyönki mézes kalács város és az ahhoz kapcsolódó fotókiállítás tehát december 19-éig tekinthető meg. Utána a süteményvárost szétbontják, hogy jótékonysági célra használhassák fel.